Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem tudok képes lapokat is küldeni. Ha becsukom a szememet, megjelenik egy kép előttem. Ez a kép nem mozog, és pontosan úgy néz ki, mint egy képes lap. És én úgy gondolom, ezek a képi üzenetek, ugyanúgy, mint ez a forrás, nem csak nekem szól, hanem talán neked is. A mai képen volt egy gyönyörű, szép táj, mező, fákkal, a közepén volt egy patak, és a patak partján volt három hölgy, és ott mosták a ruhákat. Illetve nem ruhákról volt szó, hanem úgy nézett ki, mint egy asztalterítő. És ez a három hölgy nem úgy volt felöltözve, ahogy most a mai időkben van, hanem úgy, mint a régi időkben, és mindegyiküknél volt egy fehér színű kötény. És így mosták ezt az asztalterítőt itt ebben a patakban. A kötény is fehér volt, az asztalterítő is fehér volt, és jobb oldalon ott már száradtak ezek a ruhák, illetve nem ruha volt, hanem mindegy asztalterítő, esetleg ágynemű, tehát így nézett ez ki a képen. Hogy ez mit jelent, én úgy gondoltam, a három hölgy jelentheti a múltat, a jelent vagy a jövőt szimbolikusan, vagy azt is jelentheti, hogy itt lesz egy közös munka, egy közös alkotás, szép környezetben, de itt még van feladat, valamit még tisztítani kell, vagy legyen meg a bizalom, hogy előre folyamodnak majd az események, és ez lehet egy házi munka is, tehát kihat a családra, vagy lehet egy új tevékenység, változás a munkahelyen. Hogy értelmezed te ezt a képet, leírhatod a kommentárba. És most kinyitom a Bibliát. A kezemben van ez a nyaklánc, és ez úgy mozog, mint egy inga bizonyos szavaknál, mondatoknál, és egy időben kapok bizonyos gondolatokat is felülről, tehát nem az én saját gondolatom, és akkor így alakul ki, ez a kommunikáció. Valaki segít neked, irányít téged, mutat számodra egy új helyet. Megbízhatsz benne, mert számodra ez egy segítség. Valaki eltüntet előled valamit, nem mutatja ki, de megtalálod. Figyelj oda mindig az aktuális napra, mert e felett tudsz uralkodni. Vannak félelmek. Tedd át magadat ezeken a félelmeken.
Ha a napot éled, akkor ez sokkal könnyebb. Ami az országot, a népet illeti, vannak külső támadások, de ez megoldható. Van egy angyal, aki óvja az országot. Ez az angyal segíteni fog a népnek. Legyen meg a hited, legyen meg ez a bizalom. És én kívánok egy szép napod, nagyon sok szeretettel, Denderám.